Egy országos és egy helyi díjjal is elismerték a Nyíregyházi Bem József általános iskola intézményvezetőinek munkáját pedagógus nap alkalmából. Balog Némester Éva 33 éve végzi lelkiismeretesen hivatását, aki itt is van velünk a stúdióban. Kezdjük csókolom. Jó napot kívánok! először is gratulálok, de hát kétszer is gratulálhatnék akkor ezek szerint. Köszönöm szépen! Ha jól tudom, akkor ön 33 éve van a pályán, és 2012 óta a Bem József általános iskola Éven. vezetője. Hát most kérdezhetném azt, hogy milyen volt beülni az igazgató Székbe, de hát azért ennek vannak tényleg előzményei, mert ugye azért nem egyik pillanatról a másikra lett ön vezető. Így van, 2007-től vagyok a Nyíregyházi Bem József általános iskolában, és igazgató helyettesként kerültem oda 2007-ben, és 2012-ben lettem intézményvezető, és az az érdekessége, hogy 2007-ig, mint szülő, vettem részt az intézmény életében, tehát elég jól ismertem az intézménynek a munkáját, és nagyon elégedett voltam az iskolával, úgyhogy amikor 2007-ben oda kerültem dolgozni, akkor nagyon örültem neki, hogy lehetőségem nyílt oda menni dolgozni. És ráadásul helyettesként, és nagyon nagy örömmel vetettem bele magam a munkába. Tehát akkor 2012-ben gyakorlatilag erősíteni kellett magát az intézményt, ami eddig is jó úton haladt. Igen, igen, egy jól működő intézményt sikerült átvennem 2012-ben, és azóta. Reményeim szerint ez a, ez a munka ugyanilyen intenzitással folyik tovább, és próbálunk megfelelni a kor kihívásainak. Hát azért, ha jól tudom, akkor jó néhány cím tulajdonosa is lett az intézmény. Ott van például Vöröskeresztes Bázisiskola, regisztrált tehetségpont. Igen, igyekeztünk, hogy minél szélesebb körben próbáljuk a gyerekeinket egyrészt bevonni a, a világ dolgaiba, és azt gondoltuk, hogy az, hogy a Vöröskeresztes munkába bekapcsolódunk, az, az egy nagyon-nagyon jó lehetőség a gyerekeknek arra, hogy megtanulják azt, hogy milyen jó dolog másokon segíteni, és milyen fontos az, hogy felkaroljuk azokat, akik segítségre szorulnak. Ezt meg is tesszük minden évben és így ezzel elnyertük ezzel a tevékenységünkkel a Vöröskeresztes Bázisiskola címet. Úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Vöröskeresztes tanfolyamot is tartunk a gyerekeknek az iskolába, csecsemőgondozó gondozó tanfolyamot tartunk, tehát egy picit próbáljuk őket a mindennapi életre is felkészíteni. Hát emellett van azért egy különleges cím is, Boldog Iskola. Hát azért a erőre nem, nem hallani. Mit takar ez? Igen, ez a Boldog Iskola cím gyakorlatilag... Ez azért fontos nekünk, mert ez egy nagyon komoly pszichológiai kutatás eredményeképpen alakult ki. Ez a Jobb Veled a Világ alapítványnak egy iskolai programja, amely a pozitív pszichológiára épül. Gyakorlatilag, hogyha a gyerekek boldogok, vagy az emberek boldogok, ugye a kutatások kimutatták, akkor sokkal jobb a teljesítményük. És erre épül az egész program, ami hát a neve olyan furcsa, hogy boldog iskola, hogy mit takar ez. Olyan programokat, olyan módszertani elemeket, amelyeket a pedagógusok tudnak a tanítási órák használni, a zenével, a, a különböző módszertani gyakorlatokkal, feladatokkal, egy kis önismerettel, és egy picit próbáljuk a gyerekeket arra rá, rávenni, vagy rávilágítani, hogy jobban ismerjék meg önmagukat, társaikat, és pozitívan álljanak a dolgokhoz. És nyilván ezzel próbáljuk azt erősíteni, hogy mindenkiben van valami jó, és az a jó, az mutatkozzon meg, és az, az, az önismeretők a, a másoknak a megismerése által egy kicsit szebben és jobban tudják az életüket élni. Hát mindez, amit mond, azért ez azt is feltételezi, hogy, hogy különlegesebb, tehát az átlagosnál azért magasabb, vagy több dolgot kell nyújtani a diákoknak. És hát gondolom csak úgy lehet, hogy, hogy a pedagógusok is különlegesebb dolgokat kapnak. Ugye? Tehát, Igen, hogy motiváltak a pedagógusok, és nem fáradnak bele a munkájukba. Mert hát ugyanúgy ez is egy szakma így van. Én nagyon-nagyon hálás vagyok a, a, nevelőtestületemnek, hiszen azért egy nagy nevelőtestületről beszélünk, három tag és az, hogy ezt a két díjat megkaphattam, én azt gondolom, hogy nem kaphattam volna meg akkor, hogyha nem egy ilyen közösség mögöttem, vagy mellettem, inkább azt mondom. Ö erre a két díra a tagintézményvezetők és az igazgatóhelyettesek terjesztettek fel, ami azért nagy dolog nekem, mert ezzel elismerték azt a munkát, amit az elmúlt években végeztem, végeztünk együtt hiszen én hiába akarnék bármit, hogyha nem lenne egy olyan csapat mellettem, akik, akik partnerek ebben és segítenek, és nyilván én is az ő kezdeményezéseiket figyelembe veszem, és ezek a címek is mindig innen indultak, hogy vagy én, vagy valamelyik kollégám kezdeményezte ezt, és közös munkával tudtuk elérni ezeket a dolgokat. És azért ö, kicsit összetettebb a mi ö, feladatunk, mert három tagintézmény, és a székhelyintézmény négy különböző helyen van a városban. Négy különböző intézmény volt, amit össze kellett kovácsolni, amikor 2013. január 1-től gyakorlatilag ugye a tagintézményesítésre sor került 2012-ben, és 13 tól pedig új fenntartója lett ugye az állam az intézményeknek. Ez egy nagy feladat volt, meg kellett tanulnunk egymást gyakorlatilag egymáshoz kellett szoknunk, és úgy, hogy megtartsák a tagintézmények a megfelelő önállóságokat, de mégis egy egységes képet mutató intézmény legyünk, és ebben nagyon jó partnerekre találtam a tagintézményvezetőkben, az igazgatóhelyettesekben és a nevelőtestület minden tagjában. És azt gondolom, hogy hosszú, nehéz munkával, de egy nagyon jó közösséget sikerült kiépítenünk. Akkor maradjunk is a közösség szónál, gondolom, nem egy egyszerű dolog közösséget építeni, mert ott, 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 vannak a diákok, meg ott vannak a szülők, és ott vannak a tanárok. Hogyan lehet tegyen tartani? Hát nyilvánvalóan nem egy e, egyszerű dolog. E, igyekszünk, e, hogy minél több közös élményt szerezzünk. Tehát azt, hogy a, a tagintézmények és a székhelyintézmény kapcsolata és a pedagógusok megismerjék egymást, ezt segítjük azzal, hogy közös értekezleteket tartunk belátogatunk látogatunk egymás tanítási óráiba, látogatunk egymás tagintézményeibe, megnézzük az ott folyó munkát, a szülőkkel való kapcsolattartásban családi napokat, különböző rendezvényeket tartunk nyilván, hogy megismerjék a szülők, a gyerekek, a pedagógusok nem csak iskolai körülmények között egymást, hanem a szabadidő keretében és hát próbálunk a pedagógusoknak ugye csapatépítő, akár egy értekezletet, akár egy karácsonyi vacsorát, vagy egy pedagógus napi összejövetelt szervezni, ahol szintén ugye egy kicsit más körülmények között, nem, nem munkahelyi körülmények között tudunk együtt lenni. Az eredményekről pedig a számok is tanúskodnak, hiszen 4,5-ös az iskolai átlag. Igen, a székhelyi intézmény az hát mindenki arról ismeri, hogy az angol nyelv és a sport, ugye? De minden tagintézménynek igyekszünk, hogy megtartsuk a sajátos arculatát. Ugye a Sakpalota program a Kazinciban, a Gádonyi iskolának, a Herman ö, iskolán tagintézményünknek is megvan a sajátos arculata, és nyilván így a székhelyi intézménynek, a BEM-nek is meg kellett a sajátos arculatának maradnia. ugye ezt az egyensúlyt igaz, igyekszünk is megtartani, hogy mindenki a saját ö, és pedagógiai programjának megfelelő részét azt, azt igazán tudja az elkövetkezendőkben is ugyanúgy végezni, mint ahogy az összevonások előtt. És ez egy tényleg egy nagyon fontos dolog számomra, hogy megtartsuk ezeket a, a programokat, megtartsuk az egyensúlyt a tagintézmények és a intézmény között. Köszönjük, hogy itt volt nálunk, gratulálunk még egyszer. Köszönöm szépen.